Jó estét kívánok! A magyar sport stratégiai ágazattá válásával az egyik nagyon fontos fejlemény volt az elmúlt években, sőt most már akár évtizedre visszamenőleg, hogy az utánpótlás akadémiai keretek közé került, és a legnépszerűbb sportágakban nagyon komoly támogatást biztosít az állam ahhoz, hogy ezek az akadémiák aztán majd a jövő ígéreteit nevelhessék, úgy működhessenek, hogy megfeleljenek a nyugati, a gazdagabb országokban látó sztenderdeknek, és ennek eredménye lehet természetesen reményeink szerint, hogy sok sportágban eléri az európai csúcs színvonalat is akár a magyar képzés. Ezek közé a sportágak közé már a jégkorong is tartozik. Itt Fehérváron ez ugye mindig is szent ügy volt, és tudjuk, hogy akadémia itt már akkor volt, amikor a legtöbb sportág még csak készült esetleg akadémiává válni, vagy annak nevezni az utánpótlását. De most már nyár óta az Ifja Bocskai Gábor Akadémia is Nemzeti Jégkorong Akadémia. Hogy ez pontosan mit jelent, és milyen jelentősége lehet a jövő eredményeire nézve, erről is beszélgetünk egy kicsit a mai adásban. Itt van velünk Kovács Csaba, az Ifja Bocskai Gábor Jégkorong Nemzeti Akadémia szakmai igazgatója, és Bartalis Balázs, aki most csatlakozott a vezető tímhez egyéni képzésért felelős szakemberként, edzőként. Köszönöm, hogy bejöttetek. Mennyiben változott igazából a helyzet azzal, hogy már Nemzeti Akadémiának nevezhetjük a Fehérvári Akadémiát? Szerbusz, köszönjük a meghívást, üdvözlöm a nézőket. Abban bízunk, hogy ez egy nagy lehetőség lesz. Ugye eddig sem panaszkodhattunk azért a támogatásra, úgymond a jégkorong sportágban, mióta ugye TAU sportágak közé került be a jégkorong, de azt gondolom, hogy ez egy minőségi előrelépési lehetőség lehet. Elsődlegesen itt az elitképzés irányába kell elmozduljunk, minél több jó tehetséget kell behoznunk a rendszerbe, illetve a legmagasabb szintre nevelni. Én nagyon bízom benne, hogy ez a lehetőség ez biztosítani tudja azt, hogy a szakember és a játékos arány még javuljon, és olyan részletekre tudjunk fókuszálni, amelyre a korábbi időszakokban nem volt lehetőség, vagy nem volt keret. De hogyha a nemzetközi összevetésről beszélünk, arról, hogy valójában ez mennyire ad lehetőséget akár még előrébb lépni a mondjuk a külföldi, akár jégkorong nemzetekhez képest, ahhoz tényleg egy ideális alanyunk, vagy egy kicsit be tudjon avatni minket, hiszen Balázs ugye Svédországban edzősködik főállásban, és emellett fogja most segíteni az akadémia munkáját. A svédeknél nyilván a hoki vallás, nemzeti sport, ott az utánpótlás például milyen alapokon nyugszik? Én is üdvözlöm a nézőket, és köszönjük a meghívást. Svédország, igen, hát maga a kultúrája is egyébként nagyon különbözik az itthoniétól, ha csak a hokit veszük figyelembe akkor is. Az utánpótlásokkal, hogy mondjam, szélesebb alapon fekszik, mint a magyarországi, és ezáltal ugye a számok által sokkal minőségibb munka folyhatott, mint itthon jelenleg. És ott az utánpótlás egyébként jellemzően az egyesületeknél zajlik, tehát hogy megvan az egyes nagy kluboknak nyilván az összes korosztályban a csapata, vagy esetleg ott is vannak ilyen kiemelt bázisok? Így van, ott is vannak egyébként kiemelt bázisok, azt tudni kell, hogy akinek első osztályú felnőtt csapata van, ott az utánpótlás is kiemelt szerepet kap. Pontosan 16 éves kortól, tehát amikor U18-as korosztályba lépnek, onnantól veszi kezdetét egy komolyabb és jóval elitebb munka. Ugye a magyar jégkorong tulajdonképpen a ti korosztályotokkal kezdődött olyan szintű fejlődésben, még amikor játszottatok, hogy tényleg egy addig elképzelhetetlen szintre léphessen. Ennek egyik alapja volt éppen az, hogy próbáltátok akár a külföldi szakemberek idehívásával ugye azt az innovációt végrehajtani, ami szükséges, hogy egy meglévő szintet utolérjünk. Mennyire volt tudatos, hogy olyan szakembert választottatok most például Balázs személyében, de egyébként is dolgoznak azért külföldiek a Fehérvári jégkorongban, akik behozzák ezt a fajta tudást, illetve tapasztalatot, ami külföldön megvan? Abszolút tudatos volt ez a döntés. Ugye Fekti Istvánnal azt az irányt tűztük ki itt a következő időszakra, hogy mi nekünk foglalkoznunk kell a magyar edzőképzéssel is, tehát a saját edzőinket kell képezzünk egy magasabb szintre, de ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha magasabb hoki kultúrából a tudást még behozzuk. Ugye Balázsra azért esett a választás, mert tudjuk, hogy a legmagasabb szinten ugye tavalyi svéd bajnoknak a képességfejlesztő edzője, és ebben a pozícióban, amit például ő csinál, én nagyon-nagyon fontosnak gondolom a részleteket. Azzal, hogy ő a magyar nyelvet beszél, és nem egy külföldi edző,
ezzel olyan részleteket tud megvilágítani a játékosoknak, illetve a szakembereinknek a képzésében, amik nagyon fontosak, hogy ne vesszenek el. Ezért mi nagyon szerettük volna, hogy ő legyen az, aki elvállalja ezt a feladatot és csatlakozik a stábunkhoz. De azt, hogy amit említettél, hogy korábban ugye úgy tudott előrelépni a jégkorong, hogy jöttek be külföldi szakemberek. Ugye ezt még egy picit tovább erősítettük, ugye mentoredzőként a Stefan Lund csatlakozott úgy szintén a stábunkhoz, aki azért háromszoros svéd bajnok, svéd válogatott edző egy svédikon, aki az ottani jégkorong programnak a megreformálásában már két ütemben is részt vett, tehát a Svéd Jégkorong Szövetség segítségében részt vett ebben a programban, úgyhogy olyan tudást hoztunk, én azt gondolom, aki meg tudja mutatni nekünk a következő lépcsőket, az edzőinknek pedig egy olyan támogatást tud adni, amivel ők is szintet tudnak lépni. Hát ha már ennyit beszélünk Svédországról, akár Lund, akár Balázs kapcsán, az felmerül, hogy azon kívül, hogy szervezetében hogy néz ki mondjuk egy ilyen jégkorong nemzetnek az utánpótlás felépítése, mondjuk a svéd jégkorongra jellemző iskola is meghonosodik-e Magyarországon, illetve Fehérváron, hiszen tudjuk, hogy másfajta hokit játszanak akár a skandináv államok egymáshoz viszonyítva, mint az oroszok, mint a csehek, mint a tengeren túliak. Tehát lesz-e egyfajta svéd iskola Fehérváron? Svéd iskola úgy gondolom, hogy lesz. Nem gondolom azt viszont, hogy az egész szisztémát és rendszert itt meg kéne, hogy honosítanunk, hiszen sem anyagilag, sem gyerekek vagy utánpótlás számban nem állunk olyan helyzetben, mint a svéd. Azt gondolom, hogy azokat a dolgokat, amik meghonosíthatók, azt meg kell honosítanunk, de nem szeretnénk egy lemásolt rendszert áthozni, de hanem a saját kultúránkat akarjuk felépíteni. Erről beszéltünk ugye az edzői megbeszéléseken is, pont amit Balázs mond, a másolat az soha nem olyan, mint az eredeti, nem olyan jó minőségű. Tehát ezt mi szeretnénk egy picit transformálni a magyar valóságra, de ugyanígy van finn edzőnk, ugye Anatoli Bogdanov a titánok edzője, TPS Turkunak a utánpótlás rendszeréből jött, ami úgy szintén egy nagyon magas szint, de van szlovén edzőnk is, és természetesen számos magyar. Úgyhogy egy saját identitást szeretnénk fölépíteni. Bízunk benne, hogy ez egy jó út lesz, eredményes lesz. Nyilván ez nem egyik pillanatra a másikra fog megtörténni, mert azért ez egy hosszú folyamat. Még egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy Balázs csatlakozott, de nem is tudom, hogy melyikötök az illetékesebb benne. Ugye mindig mondtuk, hogy akkor fog fejlődni egy sportág, nem csak a jégkorong, hogyha elmennek a legjobbak külföldön, tapasztalatot szereznek. Óriási dolog volt, mikor játékosok kimentek és magasabban jegyzett kultúrákban is bekerültek, játszottak, de arra eddig nem nagyon volt példa, hogy magyar edzők ott tapasztalatokat szerezve visszakerüljenek, tehát kvázi magyarként mégis már egyfajta külföldi szakember presztízsével jöjjenek. Ez egy evolúciós lépés akkor újra. A jövőben lesz egyre több ilyen szakember? Van olyan, aki visszajött érve majd kamatoztatni fogja a tudását? Én bízom benne, mert ugye majd Balázs is elmondja az ő perspektíváját, de az egy elismerése részben az ő egyéni munkájának is, részben a magyar jégkorongnak, hogy egy magyar úriemberrel szóba állnak egy ilyen nevű klubnál. De ugyanide sorolhatjuk Majoros Gergelyt is, aki ugye szlovák Excel-ligában edzősködik, tehát azért ha ezt 15-20 évvel ezelőtt mondtuk volna, hogy van magyar edző a svéd bajnoknál a szlovák extraligában, akkor ez nagyot pislogtunk volna. Ezek jó jelek, és én azt gondolom, hogy ebből nagyon sokat profitálhat a jégkorong. Bízunk benne, hogy játékosok is meg tudják ezeket az utakat járni, és szerintem az is nekünk egy feladatunk lesz, hogy ha látunk egy-egy olyan tehetséget, akkor a mi segítségünkkel megfelelő helyre kijutva menjen ki, csak azért, hogy elmondhassa, hogy külföldön játszon, ne menjen ki, annál fogunk jobb programot neki remélhetőleg biztosítani, viszont hogyha kinőtte a programot, akkor arról is gondoskodjunk, hogy ő megfelelő helyre kerül. De hát Balázs a tapasztalatot el fogja mondani, mert azért nagyon sokat tanult abban a közegben. Én azt hiszem, hogy ez előbb arra is szükség lenne, hogy a fiatal magyar edzőkben legyen egy kis kihívás arra, hogy ők igenis külföldön pallérozódjanak, és ehhez hozzátartozik az is, hogy nem feltétlenül a langrétrának a tetejére fognak kiszerződni vagy elszerződni külföldre, hanem igenis először utánpótlásban kell bizonyítani ahhoz, hogy megkaphass a lehetőséget. Szóval én biztatok minden fiatalt arra, aki érzi erre
késztetés, hogy nyugodtan próbálkozzon. Hát ez azt hiszem más sportágokat is ide citálhatnánk, ahol ez egy követendő út lehetne, vagy legalábbis egy reményteljes dolog. Majd meglátjuk, hogy lesznek-e ilyen értelemben követőid. Egyébként téged Svédországban könnyen elfogadtak magyar edzőként, Magyarországról érkező szakemberként? Összességében véve azt gondolom, hogy a svéd nemzet egyébként egy befogadó nemzet, de nyilván nekem is bizonyítanom kellett ahhoz, hogy egyenrangúként, vagy ha nem is egyenrangúként, de közel egyenrangúként kezeljenek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha valakit bizonyít, akkor igenis elfogadják. Jó, hát nyilván az akadémia, a nemzeti akadémiává válása ugye egyfajta auditációs folyamatnak tulajdonképpen az eredménye. Ennek mik voltak az állomásai, mit kellett ahhoz teljesíteni, itt most már több mint 10 éves működés után, hogy nemzeti akadémia lehessen az Ifja Bocskai Gábor Akadémia? Ugye, amikor a jégkorong sport bekerült ezek közé, a sportok közé, ami lehetőséget biztosít arra, hogy egy ilyen címre pályázhassunk, akkor az év elején volt egy auditációs folyamata, Emberi Erőforrások Minisztériuma által, ahol Sáfár Sándor miniszteri biztos úrék beszélgettek mint szakemberekkel, mint klubvezetőkkel, a szervezeti struktúrát szerették volna megvizsgálni, illetve kértek tőlünk egy elég széles spektrumú beadandó anyagot, ahol a jövőt meg a jelent is egy picit elemezzük. Ezt minden klub megtette, ugye több magyar klub volt, aki pályázni tudott. Négy titulust osztott ki ebben a körben a minisztérium. Azt büszkén mondhatom, hogy ugye mi leszünk a jégkorong sportágban a módszertani központ, ami azt biztosítja, hogy egy picit a tudásunkat meg kell, hogy osszuk a nem is picit, hanem teljes mértékben a magyar társadalommal. Én nagyon remélem, hogy ezt a kollégákkal együtt ezt megfelelően a címhez hűen tudjuk megtenni, és ezzel elősegíteni a magyar jégkorongot. Ugye itt ezen a héten is a Balázs programjára, meg a Stefán Lundnak a programjára érkezett már vendégedzőnk, volt más, vagy érkezik a mai napon más akadémiáról válogatott edzők is, úgyhogy nyitottak vagyunk, mert ez egy közös felelősség az, hogy a sportágat fejlesszük, nincsen itt semmi titok. Én bízom benne, hogy a többiek is erre nyitottak lesznek. Ugye az eredményességre eddig sem lehetett panasz, itt ha mutattunk sokszor képeket, az utánpótlás korosztály szakmányban szállította a magyar bajnoki címeket, sokszor ugye az osztrák ligában is a legjobbnak bizonyult. Úgyhogy nyilván nehéz kérdés, vagy nehéz dolog, amikor azzal kell esetleg szembesíteni játékosokat, edzőket, hogy feljebb kell, és még feljebb, és még jobbá kell válni. Vannak-e ilyen értelemben, nem helyezésekben, nem elért eredményekben, vagy pályán elért eredményekben megfogalmazott célkitűzések? Vannak itt, ugye a stábbal beszéltünk erről már a szezon elején, hogy ez egy egészen új folyamat lesz. Ugye a Titánok, mint projekt megmaradt a Nemzeti Jégkorong Akadémia családban, úgymond. A felnőtt profi csapattól átvettük ezt a projektet, mert ez biztosítja a kimenetet az akadémiai sportolóknak, ami azt gondolom egy nagyon nagy lehetőség. A minisztérium ezt nagyon támogatta, ennek vannak előírása is, az, hogy egy nagyon-nagyon fiatal csapatunk van, 75%-ban U21-es. Gyakorlatilag minden héten van olyan játékos, aki az első gólpasszát, gólját, vagy első felnőtt mérkőzését játszotta. Eredményben ez most még meg is látszik a tabellán. Viszont ez a fajta folyamat azt biztosítja, hogy ők igenis jó minőségű munkát tudnak végezni az első felnőtt években, és nem egy nyomás eredménykényszer alatt lévő csapathoz kerülnek be, hanem biztosítjuk a megfelelő lépcsőfokokat nekik. Ezáltal viszont az történt, hogy a korosztályokat egy picit eltoltuk. Ez rövid távon az eredményességben meg fog látszani, és itt visszatérnék a kérdésedre, hogy ugye mindig bajnoki címeket nyertünk, de mégis kevés olyan játékosunk volt, aki az elit bajnokságokban palérozódott utána, vagy olyan karriert futott be, hogy akár remélhetőleg ugye a nagy csapathoz, az Ice csapathoz, az osztrák bajnokságban húzó ember legyen, és ezen szeretnénk javítani. Ezzel, hogy így eltoltuk a játékosoknak, egy sokkal nagyobb kihívás elé kerültek a legjobb tehetségek, meg legnagyobb tehetségek, mert egy korosztályt akár megugrottak mesterségesen is, úgyhogy rövid távon biztos, hogy lesz ennek negatív hatása, de mi erősen hiszünk abban együtt a stábban, hogy,
hogy itt az idő, hogy egy picit hosszabb távon tudjunk tervezni. Ez most lehetőséget is nyújt ez a cím erre, és tényleg egyének felépítésén dolgozzunk. Hát ott, ahol ugye egyéni képzésért felelős edző van az akadémián, amilyen most Balázs, nyilván neked elsősorban tényleg azt kell nézni, hogy jó játékosok kerüljenek ki, nem feltétlenül aranyérmek a vitrínbe. Milyennek látod jelenleg az alapokat ehhez, az állományt, mennyire sikerült már felmérni a jelenlegi akadémistákat? Így van, visszakanyarodva az előző kérdéshez, vagy amit a Csabi adott választ, hogy maga az eredményesség nem feltétlenül most abban mérhető, hogy hány bajnoki címet nyerünk, hanem úgy gondolom, hogy hány olyan játékos kerül ki a közeljövőben az akadémiáról, aki a titánok, vagy akár a felnőtt csapatban is helyt tud állni, vagy akár külföldi bajnokságokban is. A jelenlegi helyzet, hát elég sok gyerekkel kezdtünk így dolgozni, sok korosztályjal kezdtünk el egyből dolgozni. Nyilván van rengeteg új mozgásforma, vagy inkább azt mondom, hogy részlet, ami szerintem újdonság mind az edzőknek, mind az utánpótlás játékosoknak, de ami szembetűnő volt és nagyon pozitív élmény számomra, hogy látom azt a fejlődni akarást mind az edzőktől, mind a játékosoktól, ami ahhoz szükséges, hogy ezeket a részleteket, ezeket még finomabban tudjuk végrehajtani. Te egyébként mennyit fogsz tudni foglalkozni velük? Ugye a svédországi munkád miatt nyilván ez részben majd ilyen online fog zajlani a részedről. Jelenleg, amiben megegyeztünk, az 5 alkalom így a szezon alatt, tehát ez azt jelenti nagyjából, hogy minden hónapban egy 4-5 napot itt fogok tölteni Fehérváron. Ugye amikor Fehérvári Akadémiáról beszélünk, akkor tényleg arra gondolunk, hogy a Volán, aztán az AV19, a Titánok mindig egy fehérvári projekt volt. De egy nemzeti jégkorong akadémia, amelyből nincs sok, nyilván regionálisan is egy nagyobb szeletét kell, hogy kiasítsa magának az utánpótlás nevelésből. Mekkora területben tudtok gondolkozni, mi megoldható egyáltalán, hogy mondjuk ide jöjjenek a régió legjobbjai? Alapvetően az akadémia, ahogy mondtad, már elkezdte ugye korábban a működését Ocskai Gábor, Fekti István, azért itt ahhoz, hogy erről a címről beszélhessünk, ők rakták le az alapokat, és nagyon jó alapokat teremtettek, mert előremutatóan már működött a kollégiumunk, és pont ezáltal volt Székelyföldről, meg az ország különböző területéről játékosunk. Ahogy említetted, ez egy picit még jobban módosulni fog valószínűleg a következő időszakban, mert az a célja ennek, hogy a 16-os korosztálytól tényleg a legjobb tehetségek ezekre az akadémiákra bekerüljenek. Mi alapvetően a nyugati területekre kell úgymond fókuszáljunk, de természetesen, ha igény van, akkor megegyezés alapján tudunk egyéb játékosokat is fogadni. Ezért is célunk az, hogy amikor lesznek ezek a edzői szemináriumok, amiket Balázsra, Stefánnal tartunk, mint klub, akkor szívesen látunk majd kisebb klubokat, ha ők is tudnak ebből a tudásból bármit kamatoztatni, akkor reméljük, hogy jó alapot teremtünk arra, hogy az ottani gyümölcsfák nőjenek, és utána abból a szüretből esetleg mi is profitáljunk valamennyit, illetve a magyar jégkorong a legfontosabb, úgyhogy szeretnénk foglalkozni a kisebb klubokkal is, és tényleg bízunk abban, hogy azt a tudást, amit be tudunk hozni ezáltal a cím által, vagy lehetőségek által, ezt a magyar jégkorongban is kicsit osztani tudjuk. Hát azért is fontos kérdés ez, hogy a sportág elképesztően népszerű, hál' Istennek, és ez gyakorlatilag nem változik, vagy ha ilyen, akkor csak még nő. Mely az az ideális létszám, akikkel egyáltalán tudtok úgy foglalkozni, hogy tényleg mindenkire jusson érdemi idő? Jöhet-e olyan pillanat, amikor nem tud tovább bővülni ez a projekt, legalábbis ezen az akadémián? A cél az lenne, hogy verseny legyen a posztokért. Ugye erről is Balázsral, meg a szakmai stábbal sokat beszéltünk, hogy néha-néha azért érezzük a komfortzónába való játékot, vagy játékoson, edzőn, sportvezetőn, a sportágban, mint jelenség. Ez egy természetes reakció sok helyen, még a világon bármerre megyünk. Viszont onnan nagyon nehéz komolyat előrelépni, fejlődni. Úgyhogy a cél az, hogy igenis verseny legyen a pozíciókért, mert ez fogja segíteni a játékosainkat abban, hogy elérjék azt a célt, hogy mondjuk egy olyan csapat, ahol Balázs Svédországba edz, vagy edzősködik, ott a junior csapat mondjuk ránézzen, vagy prospektként, mint egy kiemelt játékosként tekintsen. Nyilván ettől még sok lépés van,
de nyitottak vagyunk, és tényleg azt szeretnénk elérni, hogy verseny legyen. Korosztályonként én azt gondolom, hogy elit képzésnél nagyságrendileg egy 25 fős keret az, amelyik körülbelül ideális lehet. Az azt jelenti, hogy nem minden játékos játszik, minimális a rotáció, de azért van versenypozíció, és nem lehet levenni úgymond a lábakat a gázpedálról, hanem taposni kell állandóan. És ennyi játékossal hány szakember foglalkozik ideális esetben? Ennek ez lett volna a válaszom egyébként az előző kérdésedre, hogy itt nem is a gyerekek létszáma a fontos, hanem inkább az, hogy hány olyan szakember tudunk bevonni ebbe a programba, aki kompetens és rendelkezik azzal a tudással, amire a gyerekeknek szüksége van. És most van elég, vagy etéren még bővíteni kell az akadémiát? Hát, hogyha most optimista lennék, akkor azt mondanám, hogy van elég, ha realista, akkor azt mondom, hogy sose elég. Tehát nyilván a legideálisabb az lenne, hogy egy-két játékosra jutna egy edző, de ezt ugye nehéz kivitelezni, szinte lehetetlen, főleg csapatsportágban. De úgy gondolom, hogy szépen lassan elérünk arra a szintre is, hogy lesz elegendő szakemberünk. Ugye szemérmesen nem mondjuk, de amikor arról beszéltük az elején, hogy a lehetőségek bővülnek, nyilván az anyagiakról is beszélünk, hiszen ezeket a szakembereket kell megfizetni, illetve a feltételeket megteremteni. Viszont ami talán még e fölött is van, az az infrastruktúra, ami tudjuk, hogy Fehérváron mindig szűkösebb volt, mint az érdeklődés, meg mint a maga a jégkorongnak a népszerűsége. Ebben hogy tudtok, vagy mennyire mertek gondolkozni? Hál' Istennek ugye a multifunkcionális csarnok most már tényleg olyan szinten napirenden, hogy elkezdhetik építeni, de arról se azt hallottuk, hogy elsősorban az utánpótlás bázisa lesz. Miben lehet reménykedni az infrastruktúra kapcsán? Én az infrastruktúrát is több csoportra, vagy több etapra bontanám. Mindenféleképpen gondolkozunk abban együttesen ugye a nagy csapattal, a várossal, hogy mik az előrelépési lehetőségek. Ugye a multifunkcionális csarnok azért a felnőtt csapatnak valószínűleg egy nagyon szép otthont teremtene, de kell a Raktár utcával is foglalkozni, mert azért, ahogy te is említetted, egy döntést ott is kell hozni, hogy milyen irányba halad tovább, mind üzemeltetés szempontból, mind azért, hogy egy olyan környezetet biztosítsunk a fiataloknak, meg a szurkolóknak, ami motiváló. Úgyhogy ezzel foglalkozni kell, de vannak olyan részlépések, amik lehet, hogy emellé kell csatolni. Ilyen az, hogy mondjuk egy kollégium, saját üzemeltetési kollégiumunk legyen, ahol el tudjuk szállásolni megfelelően a játékosokat megfelelő létszámban, vagy akár egy olyan metodikai központ, ahol az erőléti munkákat olyan minőségben tudjuk elvégezni. Úgyhogy ez ügybe is elindult a gondolkodás, és folynak majd egyeztetések, tervezünk. Nagyon-nagyon friss azért még ez a cím. Gyakorlatilag az első évén azt gondolom, hogy ez pont arról szól, hogy a személyi stáb felállítása megfelelő legyen, tehát a munka minél jobb minőségben tudjon kezdődni, de természetesen ez is közben a feladatunk, hogy ezeket az egyéb kérdéseket menedzseljük. Elkezdtünk már ebben gondolkozni. Rengeteg mindenről lehetne még beszélni nyilván, sajnos az adásidőnk véges, és mindjárt a végére is érünk. Most kezdődött ez a nagy munka, mármint hogy Nemzeti Akadémia néven, mert tényleg azért már évek óta zajlik. Egyáltalán itt van-e valamiféle időhatár, tehát mondjuk ezt a címet meg kell-e újítani időnként, vagy ezt most már végleg elnyerte az akadémia, és ti magatok elé milyen határidőket tűztök, amikor bizonyos eredmények, illetve lépések, sikerek elérésében gondolkoztok? 4 éves szerződéseket kötnek az akadémiák a Emberi Erőforrások Minisztériumával, úgyhogy itt azért ezek megújulhatnak, de ahhoz teljesíteni kell. Szerintem a mi célunk az, hogy minél több játékost adjunk a nagy csapatnak, mert a nagy csapat egy osztrák bajnokságban egy nagyon jó szinten edződik, vagy játszik napról napra, illetve mi mindig fontosnak tartottuk, hogy a válogatottban minél több játékost adjuk. De igazán, hogyha a víziót valaki megkérdezni, vagy az álmunkat, akkor az lenne, hogy U18-as korosztályban mondjuk tudjunk szoros mérkőzéseket játszani svéd jó klubokkal, vagy kikerüljünk egy olyan észak-amerikai tornára, amelyik egy nívós torna, és egy bizonyos színvonal fölött fogadnak be csapatot. Úgyhogy ezek lennének a tervek. Ez kérdéses természetesen, hogy ez alatt a 4 év alatt mennyire lehet megvalósítani, de vannak olyan rövid távú terveink is, amik pedig biztosan, hogy munka függvénye az, hogy mondjuk erőlétben utolérjük az élvonalat. Arra nem lehet már kifogásunk.
Hát nagyon-nagyon sok sikert, illetve kitartást kívánok, hogy ez mind létrejöjjön, mert azt hiszem, hogy itt elképesztő távlatok nyílnak akkor meg, amiket majd remélhetőleg tényleg a nézők, a szurkolók is élvezhetnek a továbbiakban. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek, és remélem még sokszor fogunk beszélgetni. Köszönjük a lehetőséget. Köszönöm szépen a kedves nézőknek is a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra!